Az, hogy Soros György tegnap Franz Timmermans-szal találkozott Brüsszelben, két dologra biztosan rávilágít. Egyrészt arra, hogy Soros György ismét befolyásolni akarja a brüsszeli politikát és az európai parlamenti választásokat, méghozzá a bevándorláspárti erők oldalán. A másik pedig, hogy ez az Európai Bizottság, ez menthetetlenül Soros György zsebében van. Franz Timmermans az Európai Bizottság alelnöke, és egyben az Európai Szocialisták pártjának a csúcs jelöltje. Egy közismerten megrögzött bevándorláspárti politikus, Soros György egyik szövetségese, akivel rendszeresen zárt ajtók mögött tárgyalnak. Most sem adtak ki valódi információkat arról, hogy miről is volt pontosan szó a tegnapi tárgyaláson. Soros György nem most kezdi a beavatkozást az európai folyamatokba. Korábban kiszivárgott iratokból tudjuk azt, hogy a 2014-es európai parlamenti választások esetén vagy idejében 6 millió dollárt költött arra, hogy az ő jelöltjei, az ő emberei kerüljenek hatalomba. Most is erre készül, az európai parlamenti választásokat akarja befolyásolni. Elmondható az, hogy ez a jelenlegi európai vezetés, ez nem az emberek érdekeit képviseli, hanem Soros György és az ő hálózatának az érdekében lép fel. Hogyha ezek a bevándorláspárti erők, a Soros szövetségesek maradnak meghatározó pozícióban jövőre, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy fel fogják gyorsítani a migránsok betelepítését az Európai Unióba, és ezzel gyakorlatilag tönkreteszik Európát a bevándorláspárti erők. Ez az EP választások valódi tétje.